vagyok, nézd egy... Várj, várj! A Benedekék meghozták a meleget. Hogy vagytok? Melegen. Meleg van. Nincs kulcs. Ja, az nálam van. Kulcs nélkül nem indul. Hát szóval tudjam. Köszi. Te répázsol, kis csaj. Gyors bejelentkezés innen a Marosportról. Úgy irigylem a kis babákat. Valaki engem is talogathatna így a kocsiba, így minden nap, kétszer-háromszor. Nem láttam még eddig felnőtt babakocsit, de kíváncsi lennék rá, hogy milyen. Azt hiszem, ráakadtam egy nagy mély kaptárra. Nézzétek csak! Valahol ott vannak fönt. Látni, nem tudom, hogy mennyire látszik, de hallani, ha hallom nagyon. Mondtam én annak idején, hogy ez a fa jó lesz még valamire. Két dolog miatt jöttünk ki most a Marospartra, illetve három. Az első dolog, hogy meglocsoljuk a füvet, hogy szép füves legyen itt az egész terület. A második dolog az, hogy Sophie aludjon közben. És a harmadik dolog az egy, az ezek a lécek itt hátam mögött, itt lehet látni. Ott is van egy ilyen hosszabb, meg van ez a nagyobb. Ugyanis a következő projektbe fogok készíteni egy, majd nem sokára kiderül, hogy mit. Egyébként azért nem mondtam meg, hogy mit, mert nem tudom a magyar nevét. Az angol nevét meg hiába mondom, az nem biztos, hogy mindenki érti. De ha kész van, akkor meglátjátok majd, hogy mi lesz a lényege. Nap mint nap látok új virágokat nyílni itt a ház előtt a virágos kertbe. Tök jó. Évi elment kipróbálni egy új sportot, úgyhogy egyedül maradtam a babával. Megetettem. Még egyszer megetettem, és most el van magába. Játszik. Kint a Marosparton mutattam nektek azokat az alkatrészeket. Abból a faanyagból, amit lent a Marosparton mutattam nektek, abból egy keret fog készülni, méghozzá egy olyan keret, amire rá tudom szerkeszteni a kamerát. És az úgy szépen fölön lézetből tudja venni a dolgokat. Ezt angolul overhead camera rig-nek nevezik. Camera rig. Szóval egy ilyet fogok készíteni. Lassan 4:30 van, Sophie-nak körülbelül 5 órakor kell aludnia, és csak akkor fogok tudni elszabadulni itthonról, mivel majd a mama vigyázni fog rá. Nem vagyok abban benne biztos, hogy megvan az egész kerethöz az alapanyag. A szerszámokat bepakoltam az autóba, aztán majd meglátjuk, hogy meddig fogok eljutni a mai nap. Na hát újra itt vagyok lent a Marosparton. 5:30 van most, úgyhogy picit késő van ahhoz, hogy a mai nap tuti biztos, hogy nem fogom megcsinálni ezt a keretet, amiről már az előbb beszéltem, de legalább megnézzük, hogy mi hiányzik, illetve hogy mint. Otthon nézegettem pár videót erről a természetesen a YouTube-ban, hát hol máshol, hogy neki is kezdek. Tök jó, még zeném is van itt a szomszédban, szól a zene. Wow! Ezt nézzétek, lézeres! Figyeld! Leutom a villany. Oda néz! Ez aztán egy bitang szerszám. Oké, most már jöhetnek a lécek, levágom őket méretre. Közben rámesteledett, úgyse volt még olyan esti vlog. Most miért ne? Few inches later. Yes! Ez az! Elkészültem az első oldalával. Olyan, mint egy nagy festmény. Oké! Okay. Egy részt még elfelejtettem levágni. Srácok, fiúk, lányok! Ennyi volt a mai vlog. Nem is gondoltam volna, hogy idáig el fogok ma a mai nap jutni, de szerintem elég jól elhaladtam. A mai vlognak igaz vége van,
de a kis barkácsolásunknak még korán sem van vége, ugyanis még nem készült el az egész keret, úgyhogy itt fogjuk folytatni. Köszönöm szépen a figyelmeteket, ha tetszik a vlog, akkor ne felejts el feliratkozni a csatornámra, találkozunk holnap. Sziasztok! Ezeket a gyerekeket nézzétek meg! Ezek aztán fogják az utat.